Hollandiában és Nagy-Britanniában már választanak, Magyarországon vasárnap lehet voksolni este 7-ig. Népszavazással állítatná le a stadionépítéseket a Momentum, a párt további három témában is szavaztatna. Egy év alatt 4000-rel nőtt az idős otthonra és egyéb szociális intézmények várólistája, új helyet alig alakítottak ki. És országos hiány van a csecsemőknek adott oltóanyagból, egy gyártó forgalmazza, így nem tudják, hogyan pótolják a vakcinát. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Elkezdődött az európai parlamenti választás. Ma két országban, Nagy-Britanniában és Hollandiában választják meg a képviselőket. Ezekben a tagállamokban nincs bejutási küszöb. Mivel elhalasztották a Brexitet, vagyis az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból, a csaknem 400 millió választópolgár most is 751 képviselőt választ meg. A Szigetország távozása esetén 705-re csökkent volna a képviselők száma. Holnap Írország és Csehország folytatja a sort. A legtöbb tagállamban, így Magyarországon is vasárnap lehet voksolni. Itthon reggel 6 és este 7 között lesznek nyitva a szavazókörök. Magyarország 21 képviselőt küld az Európai Parlamentbe. A bejutási küszöb 5%. Az eredményeket azonban várhatóan csak vasárnap este 11 után hozzák nyilvánosságra, ugyanis akkor zár be az utolsó szavazókör Olaszországban. Az Európai Parlament hivatalos mandátumbecslése szerint továbbra is az Európai Néppártnak, a Fidesz jelenlegi pártcsaládjának lehet a legnagyobb frakciója, de kisebb lesz a jelenleginél, ahogyan a szocialistáké is. A nacionalisták képviselő csoportja azonban jelentősebben erősödhet. Az Európai Parlament elemzése szerint a Fidesz 13 képviselőt küldhet a parlamentbe. A Jobbik, valamint az MSZP Párbeszéd Szövetség 3-3, míg a DK-nak és a Momentumnak 1-1 képviselője lehet. A hazai felmérések ettől több ponton is eltérnek, de abban közösek az eredmények, hogy a jelenlegi kormánypártok győzelmét nem veszélyezteti a többi párt. A választási eredményekről és az európai erőviszonyok várható alakulásáról részletes elemzéseket és friss adatokat tudhatnak meg az ATV választási műsorából. Vasárnap már este 6 előtt 5 perccel várjuk Önöket elemzőkkel és friss exit poll adatokkal. Szavazásra buzdít a Fidesz. Hídvégi Balázs elmondta, a következő napokban szórólapot juttatnak el minden háztartásba, amelyen a választás tétjéről és a szavazás fontosságáról tájékoztatják az embereket. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, támogatóikat személyesen is felkeresik, valamint telefonon is tájékoztatják. Az önkéntesek pedig személyesen viszik ki Orbán Viktor tájékoztató levelét. Orbán Viktor lehet a szélsőjobb egyesítője, ha a Fidesz kilép az Európai Néppártból. Ezt Kásmödön mondta, számolt be róla a Népszava. A Guardianben rendszeresen publikáló politológus Orbán Viktort egy radikális jobboldali politikusnak nevezte, aki Matteo Salvini megjelenéséig ennek az irányzatnak volt a nem hivatalos vezetője. Ugyanakkor Orbán Viktor egy évtizede nem volt olyan rossz politikai helyzetben, mint most. Magyarországról azt mondta, ez az első ország, amelyet a radikális jobboldal foglyul ejtett. A politológus hozzátette, ez azért lehetséges, mert könnyű megragadni a hatalmat az egykamarás parlament és az aránytalan választási rendszer miatt. Azért nem zárták ki a Fideszt a Néppártból, és döntöttek csak a felfüggesztés mellett, hogy elkerüljék az arcvesztést. Ezt Manfred Weber mondta a Financial Times újságírójának, aki kampány körútján kísérte végig a Néppárt csúcsjelöltjét. Weber szerint egyben kell tartani a Néppárt különböző irányvonalait követő pártokat, ezért volt fontos, hogy a felfüggesztés mellett döntsenek. Kizárt, hogy magyar kormánytagról olyan felvétel készüljön, mint Ausztriában Stracheról, mondta a Mandinernek adott interjújában Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a sajtó fontos része a nemzeti szuverenitásnak, ezért szerencsés, ha nemzeti tulajdonban van. Azt is mondta, hogy egy állam úgy tudja leginkább a külföldi beavatkozás lehetőségét mérsékelni, ha a sajtó orgánumok nincsenek 80 vagy 90%-ban külföldi tulajdonban. Arra a kérdésre, hogy hasonló esetben a magyar kormány is ilyen gyorsan megbukna-e, Gulyás Gergely úgy felelt, reméli, hogy közöttük nincsenek vezető pozícióban olyanok, akik hasonló óvatlanságot követnének el.
Máshol tanulmányokért fizetett 10 milliókat a Fidesz párt alapítványa egy belga politikusnak, számolt be róla az Átlátszó. A portál szerint a miniszterelnökség is szerződött a céggel, de az ő szerződéseikről nem kaptak információt. A párt alapítványa a magyar alkotmányossági szabályok uniós összehasonlításáról rendelt tanulmányt. A vizsgálati anyagot Gulyás Gergely kapta meg, mint az alapítvány akkori igazgatója. Csak nem 50 milliót fizettek a tanulmányokért, amelyek jelentős részben másolt részekből álltak. A holland politikust később vesztegetési ügy miatt kizárták az Európai Tanácsból. A stadion építések leállítása ügyében és további három témában népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Momentum a választási irodához. A párt elnöke abban bízik, hogy ehhez most jött el a megfelelő pillanat. Az európai parlamenti választás miatt ugyanis ellenzéki tagokkal kellett feltölteni a bizottságot, akik még egy hónapig ott is maradnak. A Momentum ezért azt reméli, hogy most szabad jelzést kaphatnak. Én nem tudom megmondani. Aláírás gyűjt két évvel ezelőtt a Momentum a budapesti olimpia megrendezéséről. A főváros végül visszalépett. Ez lett volna az egyetlen ellenzéki kezdeményezési népszavazás az Orbán kormány 2010-es hivatalba lépése óta. A Momentum most négy témában szeretné megkérdezni az embereket. Az első kérdés a stadion építésekre vonatkozik, azaz, hogy ne lehessen 3000 férőhelyesnél nagyobb sportlétesítményt építeni adófizetői pénzből. A második, hogy semmilyen médium ne kaphasson az árbevétele 20%-át meghaladó kormányzati kommunikációs megrendelést. Szavaznának arról is, hogy a főügyész ne maradhasson a 9 éves mandátumának lejárta után is automatikusan a helyén, illetve hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. A Momentum elnöke abban bízik, hogy a közelgő EP választás miatt ellenzéki tagokkal feltöltött Nemzeti Választási Bizottságtól szabad jelzést kapnak. A nemzeti választási delegáltak, ők meg a következő egy hónapban dolgozni fognak. És erről nekik szavazniuk kell majd. Úgyhogy bízunk az ő többségükben, Magyarország szeme rajtuk van, és egyébként utána a kúria is majd dönthet. Tehát, hogyha fellebbezne valaki a döntésükkel szemben. A kúria az még egyelőre független. Az IDEA intézet igazgatója szerint azonban ez a kezdeményezés csupán a Momentum EP kampányának a része. Innovatív ereje vagy népszavazás ereje ennek a történetnek nincsen. Úgyhogy inkább azt kell mondani, hogy ez az, aminek látszik, az Momentum egy nem túlságosan jól felépített, elég adhok jelleggel, de mindenféleképpen az utolsó napokat Momentumi hírekkel tematizálni kívánó kezdeményezéshez. A népszavazási kezdeményezésekről előzetesen a Nemzeti Választási Iroda elnöke dönt. 5 napja van arra, hogy a kérdéseket a Nemzeti Választási Bizottság elé terjessze, vagy határozattal elutasítsa. A népszavazási kérdés érdemi vizsgálatát a Nemzeti Választási Bizottság végzi el a benyújtásról számított 30 napon belül. A testület hitelesítheti a népszavazási kérdést, ha az a törvényi követelményeknek megfelel, vagy érdemi vizsgálat nélkül visszautasíthatja, ha például megbotránkoztató kifejezést tartalmaz. Akkor is meg kell tagadnia a népszavazási kérdés hitelesítését, ha valamely törvényi követelménynek nem felel meg. Híradónk értesülései szerint egyébként jelenleg sincs több ellenzéki delegált a választási bizottságban, így az ellenzék teljes összefogása esetén is csak patthelyzet alakulhatna ki, amelyet a bizottság elnökének szavazata dönthetne el. Újabb részletek derültek ki a nagyszülői gyedről, a kormány ugyanis benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. A nagyszülői gyedet jövő év elejétől lehet majd igényelni, és legfeljebb 2 ikrek esetén pedig 3 évig jár. A gyed összegét a nagyszülő fizetése alapján állapítják meg. Nem jár ugyanakkor nagyszülői gyed azoknak, akik nyugdíjat vagy ápolási díjat kapnak. Több mint 34 ezeren vannak a szociális várólistán, vagyis ennyien akarnak bekerülni idős otthonokba vagy szociális gondozóintézményekbe, számolt be róla a hvg.hu. Egy év alatt több mint 4000-rel nőtt a számuk, miközben ez alatt mindösszesen 153-an kerültek be valamelyik intézménybe. A különféle intézetekben csak nem 90 ezren élnek. Ráadásul a számok csökkent is, mert miközben 153-an bekerültek valamelyik idős otthonba, a közben 500-zal csökkent a pszichiátriai fogyatékosok szenvedélybetegek otthonában, és csökkent a hajléktalan szállókon ellátottak száma is. Korábban Rétvári Bence képviselői kérdésre közölte, hogy az elmúlt években összesen 54 új helyet hoztak létre, 47-et fogyatékosok, 7-et pedig szenvedélybetegek részére. Nem kell személyi jövedelemadót fizetnie januártól azoknak a nőknek, akiknek legalább 4 gyermekük van. Ez mintegy 40 ezer nőt érint, és emellett a család igénybe veheti a családi adókedvezményt is. Az intézkedés 22 milliárd forint adóbevétel kiesést jelent évente.
Na, annyi zokni van, hogy... Kisné Börci Nikoletta és férje 5 gyermeket nevel. A legnagyobb 8 éves, a legkisebb pedig 5 hónapos. A 4 fiú után nagyon örültek a kislány érkezésének. Nikoletta azt mondja, nehéz, de megoldják a napi feladatokat, így szeretne visszamenni dolgozni. Egy-egy ilyen iskolai szezont mondjuk 1-2 nap hiányzással meg tudjunk oldani. Meg elvileg fix helyen van nekem is, ahova majd vissza tudok menni, és ott várnak szeretettel. Remélem, hogy majd tényleg én is el tudom azt végezni így az 5 apróság mellett. A kis család már igénybe veszi a családi adókedvezményt, hamarosan azonban a feleségnek is jár majd az SZIA mentesség. Ez egy hungarikum. A kormány februárban bejelentett családvédelmi akciótervének új pontja januártól lép életbe. Ez szerint életük végig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól azok a nők, akik már felneveltek vagy nevelnek 4 vagy több gyereket. És azoknak is jár a kedvezmény, akik január 1-e után vállalnak legalább 4 gyermeket. 2020. január 1-től a legalább 4 gyermekes édesanyáknak a munkával megszerzett jövedelmük után egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem kell fizetniük. Ez a személyi jövedelemadó mentesség, ez nem érinti a családi adókedvezménynek a rendszerét. A jövőre életbe lépő intézkedés jelenleg mintegy 40 ezer nőt érint. Ezzel 22 milliárd forint adóbevétel esik ki az államnak. Jelentősen csökkenteni az autóvásárlással járó közterheket a kormány, értesült a hvg.hu. A portál szerint így fiatalítanák a magyarországi autóállományt, ezzel párhuzamosan nőne viszont a regisztrációs adó, hogy fékezzék a külföldről érkező rossz minőségű autók behozatalát. Amilyen borús most az idő, olyan borúsan látták a szakértők a magyar utakon közlekedő autók helyzetét. Az utóbbi időben ugyanis nagyon előregedett a forgalomban lévő autóállomány. Az átlag életkor 10-ről 14 évre emelkedett, köszönhetően a rengeteg behozott, használt importautónak. Ezen változtatna most a kormány. A HVG birtokába került tervezet szerint ugyanis jelentősen csökkentenék az autóvásárlással járó közterheket, hogy így ösztönözzék újabb autók vásárlására az embereket. Ebben a használt autókereskedésben azt mondják, náluk leginkább az 1 és 3 millió forint közötti autókat keresik, és a vevők már kerülik az olcsó dízeleket az utóbbi évek botrányai miatt. Ennek ellenére még mindig sok ilyen autó érkezik az országba. Ami autókat hoznak be hozzánk, ezt most kicsit csúnyán fogok fogalmazni, de mondjuk ne a Nyugat-Európának a szemete legyen, tehát amit ők már nem szeretnének, meg ők már szeretnének kivonni a dízelt, meg már fillére ki lehet kint kapni dízelautókat, ne azt hozzuk be. Az egyik autós szakportál vezetője azt mondja, még mindig nagyon sok műszakilag alkalmatlan autó közlekedik az országban. Egy fotót is küldött stábunknak egy teljesen szétrohadt kaszniú kocsiról, amely vígan közlekedik a forgalomban, holott inkább a roncstelepen lenne a helye. Az egyik embertípus azt választja, hogy inkább a szervizdíjakkal életben tartani próbálja az autóját. Nyilván most az alsó szegmensre gondolok, amik úgymond ez a roncs kategória. A másik véglet, amikor ugye nagyon eladósodnak az emberek amiatt, hogy zárt végű pénzügyi leasingbe belemennek. Ugye ez miatt láthatjuk azt, hogy a magyar autópark azért javuló tendenciát mutat fölfelé. Kovács Kázmér szerint kifejezetten fontos lenne, ha külön foglalkoznának az öreg autók átírási illetékével, mert ez rengeteg problémát okoz. Ugyanis sok esetben az átírás költsége meghaladja az autó értékét is. Emiatt nem kerülnek átírásra. Nagyon fontos lenne pedig, hogy ez megtörténjen, hiszen sokan nem tudják, hogy a kötelező felelősségbiztosítást nem lehet addig megkötni, és ha nem lehet megkötni, akkor fedezet nélküli használat történik, annak ellenére, hogy a biztosítás be van fizetve. Kerestük az ügyben a pénzügyminisztériumot is, de adásunkig nem reagáltak. Közben megérkezett a válasz, a pénzügyminisztérium úgy reagált, hogy a 2020-as adótörvény előkészítése még folyamatban van, és nem várható radikális változás. Országos hiány van egy csecsemőknek adott injekcióból is, írja a 24.hu. A Konakion nevű hatóanyagot még a kórházban adják be minden újszülöttnek, és ezt követően is folytatni kell az adagolást. Az injekcióból azonban ősz végéig készlethiány lesz.
Uta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt mondta a portálnak, ez azért is súlyos probléma, mert a rotavírus elleni oltóanyaggal ellentétben a Conakiont egyetlen gyártó forgalmazza Magyarországon, így egyenlőre nem tudni, mivel helyettesíthető a készítmény. A fővárosban már elérték, az egyetemi városokban pedig karcolgatják a lélektani határt az albérletek árai. Budapesten átlagosan 160 ezer forintért lehet kiadó lakáshoz jutni, Miskolcon fele ennyiért, de itt jellemzően a keresetek is alacsonyabbak, mint a fővárosban. Az albérletek iránti kereslet folyamatosan nő, miközben jelenleg összesen 14 ezer kiadó ingatlan van a piacon. Ez a lakás most fog piacra kerülni. Itt 120 négyzetméterünk van, nappalink plusz két hálószobánk, és 210 ezer forintért lesz kiadó. Ez a budapesti polgári lakás az üzletkötő szerint egy hónapon belül bérlőre fog találni, mert az adottságaihoz képest még olcsónak is számít. Ezeknél a lakásoknál sokszor már 3 hónap kaucióval indulunk, közjegyzői okiratot kell tölteniük, aminek szintén költsége van, plusz egy első bérleti díjjal. Tehát egy ilyen lakás beköltözése, az a költözése mindennel együtt egy 1 millió forintos tétel. Az albérletek árai szinte minden nagyvárosban emelkedtek az elmúlt évben. Budapesten jelenleg átlagosan 160 ezer, Miskolcon 80 ezer, Pécset 85 ezer, Szegeden 95 ezer, Győrben 110 ezer, Debrecenben pedig 100 ezer forintot kell fizetni egy bérelt lakásért. Rengeteg újépítési társasház van most Debrecenben, és nagyon sok olyan ingatlan van, amit kifejezetten bérbeadásra vásárolnak a vevők. Debrecenben más nagyvárosokhoz hasonlóan az is növeli az árakat, hogy a munka miatt a városba költözők és az egyetemisták versenyt futnak a minőségi lakásokért. Mi alapvetően a saját tulajdonú otthonokat szeretnénk segíteni. Erről is vannak kutatásaink. A kormány továbbra is az egyre bővülő családtámogatásokat és a bérek növekedését tekinti a méregdrága albérletek ellenszerének. A fővárosi 160 ezer forintos átlagos bérleti díj valamelyest egy plafont is jelent. Az ingatlanpiaci szakértő szerint azonban a jelenlegi albérletárak a fizetések 50-60%-át is elviszik, sokan pedig például az egyetemisták csak néhány évre keresnek lakásmegoldást. Ezen kívül a bérlőknek van egy olyan rétege is, akiknek az albérlet egy szükségmegoldás, hiszen nem rendelkeznek annyi megtakarítással vagy annyi pénzzel, hogy egy önálló lakáshitelt el tudjanak indítani, hiszen egy ingatlan hitelhez az ingatlan értékének 20%-ára van szükség. A szakértő szerint csökkenés nem várható az árakban, ám a kínálat növekedése miatt ugyanazért a pénzért egyre jobb minőségű vagy nagyobb alapterületű lakásokat lehet majd bérelni. Bűvésztrükkel csalta törbe a 8 éves Adrient a sói gyilkos, hogy meg tudja ölni. Az ügyészség most emelt vádat az egy évvel ezelőtti gyilkosság ügyében. A kislányt az akkor 16 éves fiú egy patakhoz csalta, ahol egy trükköt ígérve neki, a gyerek kezét hátra kötötte, majd a patakba lökte, bántalmazta és végül magára hagyta. Az akkor már eszméletlen gyereknek esélye sem volt a túlélésre. Megrázó történet következik. Szinte napra pontosan egy éve egy péntek este ment el a kislánya későbbi gyilkosával otthonról. A fiú focizni hívta őt és bátyját is, akivel együtt járt óvodába. Ezt még a kislány édesapja mesélte el híradónknak. A testvérének a bátyának mondta, hogy Dani, gyere itt a Feri, menjünk focizni. És a kisfiam nem ment el, csak a kislányom ment el vele. Hogy utána mi történt, fogalmunk sincs egyelőre. A mindössze 16 éves gyilkost egy nap alatt elfogták a rendőrök. Ő már akkor beismerő vallomást tett, részletesen elmesélte, hogy mi történt. A kegyetlen gyilkosság miatt most emeltek vádat. Kiderült, hogy a 16 éves fiú szexuális vonzalmat érzett a mindössze 8 éves kislány iránt. A gyerek halálát az okozta, hogy a gyilkos féltékeny lett játék közben. A gyermek egy közös ismerősüket, egy játszótársukat dicsérte a vádlott előtt, ami az elkövetőben haragot váltott ki, és elhatározta, hogy bosszúból, illetve a szexuális vágyának a kielégítése céljából megöli a gyermeket. A kislányt a közeli patakhoz csalta, ahol egy kötelet talált. Elhitette a kislánnyal, hogy egy bűvésztrükköt mutat neki, amelyhez a kezeit hátra kell kötöznie. A megtévesztett gyermek hitt az elkövetőnek, és megengedte, hogy a kezeit a vádlott megkötözze. A kislányt ezután a patakhoz vitte, és egy kővel többször fejbeverte, majd egyszerűen otthagyta a haldokló gyereket. A 16 éves gyilkosnak különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt kell felelnie a bíróság előtt.
Elrabolta, majd hetekig fogva tartotta rokonát egy Nógrád megyei férfi. Híradónk úgy érte, sőt saját feleségét ejtette túszul a 60-i férfi. A nyomozás alapján a 49 éves elkövető a nőt erőszakkal kényszerítette arra, hogy autójába beszálljon, majd őt akarata ellenére 60-i lakásába vitte. A gyanúsított a feleségét megfélemlítette és bántalmazta is. A házkutatáskor a nyomozók több darab előre csomagolt kábítószergyanús fehér port találtak meg és foglalták le. Utcán örjöngő, meztelen fiatal támadt mentőkre Budapesten. A férfi a műegyetemnél kezdett kiabálni. Miután a mentők kiértek hozzá, többször is ököllel ütött feléjük. Végül csak rendőri segítséggel tudták ellátni és kórházba vinni. A férfi ellen gorázdaság és más bűncselekmények miatt indult eljárás. Itt a műegyetem mögött a kollégium közelében kezdett örjöngeni a 30 év körüli férfi. Délután 4 órakor meztelenül ordibált a kereszteződésben. A környező utcák napközben főleg diákokkal és tanárokkal vannak tele. Úgy tudjuk, közülük 2 fiatal próbálta megállítani. Lefogták, majd hívták a mentőket. A férfi a mentősökre is rátámadt, de csak a mentőautóban tudott kárt tenni. Letörte a tükröt és többször rácsapott, ami miatt több helyen behorpadt. A mentőknek végül rendőrök segítettek, megbilincselték a dühöngő férfit. Legutóbb februárban számoltunk be hasonló esetről, akkor zalaegerszegi mentősökre támadt egy sérült. Már elindultak vele a kórházba, amikor a férfi a mentőautóban egyre agresszívabbá vált. Toporzékolt, az egyik mentőápoló kezéből kirúgta a műszert, aztán combon is rúgta. Mostanában a fizikális bántalmazás és egyre gyakoribb kezd lenni. A verbális az folyamatos, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a munka velejárója lett. A mentődolgozók szövetségének elnöke szerint kollégáinak szinte naponta kell elviselni hasonló támadásokat. A mentősök pedig nem tehetnek semmit, maximum bezárkóznak a mentőautóba vagy elmenekülnek. Annyi lehetőségük van, hogy egyrészt jelentik természetesen ezt a központ irányába, illetve karhatalmi segítséget vesznek igénybe, tehát rendőrségek a segítségét fogják kérni, és hát addig megpróbálnak valamilyen formában védekezni. A meztelenül őrjöngő férfi ellen a rendőrség eljárást indított. Az, hogy valaki meztelenül szaladgál, önmagában még nem bűncselekmény, mert személyremsértést nem valósít meg. Garázdaság akkor van, hogyha a dolog elnél erőszakot megvalósít, tehát megrongálja az autókat, és hogy a személyekre is támad, és ezek a személyek mentősök, az közfeladatot ellát a személy elnél erőszak. A férfi valószínűleg drog hatása alatt állt. A tegnapi esős, borús és hideg időjáráshoz képest ma kevésbé panaszkodhatunk, de hogy pontosan mi várható, azt megtudhatjuk Gána Émitől. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, egyre kedvezőbb arcát mutatja az időjárás, ez pedig jelent az ország jelentős részén több-kevesebb napsütést is, de a továbbiakban is az észak-keleti-keleti területeken több lehet a felhő, és errefelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat, máshol az országban kisebb eséllyel valószínű további csapadék. Az északi északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat, illetve zivatarok környezetében is előfordulhatnak viharok. A széllökések, délután pedig 16 és 21 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Ehhez képest a következő napokban melegebb időjárásra készülhetünk, 23-26 fokot is mutatnak a hőmérők, és a hétvégéig bezárólag gyakran lesz gomoly felhős az ég felettünk, de napsütésre is készülhetünk, és kevés helyen valószínű eső, záporeső. Aztán a jövő hét elejére ismét nagy nedvességtartalmú levegő éri el térségünket, újra sokfelé borongó, elsős időre van kilátás, vagyis egyelőre még a nyárias időből nem kapunk ízelítőt. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Szlazsenszky Ferenccel. Szia Feri, milyen témákkal készültél? Szervusz Réka, köszöntöm a kedves nézőket. Hát amint hallhattuk, a hétvégére kiderül, vasárnap estére az is kiderül, hogy milyen lesz az Európai Parlament összetétele az elkövetkezendő 5 évre. Szóval szerintem ez a sláger téma mostanában, úgyhogy európai parlamenti választások, a választási csalások válfajai, erről is beszélhetünk, de akár a budapesti albérletárakról, illetve arról, hogy egyre többen sírják vissza a diktatúrát. Például a felső és a középosztályban már 23%-nyian mondják azt, hogy támogatnák, hogyha diktatúra volna Magyarországon. Úgyhogy ezek az ajánlatok. Feri, köszönjük szépen! És önöknek is köszönjük a figyelmet, legközelebb 17:30-kor jelentkezünk majd friss hírekkel, addig is maradjanak itt az ATV, most nézzék a fórumot, viszontlátásra!